Sziasztok! Ismét visszatértünk a középkori nagytermes pincéhez. Ez néhány évvel ezelőtt már jártunk itt, de a környezet, illetve a élővilág miatt kettő darab gombát is fel szeretnék nektek venni, hogy ilyen látszólag lakhatatlan, élhetetlen zónákban, mint egy középkori pince, milyen élővilág látható. Itt a falból nyúlik ki, ilyet még nem láttunk, ezt akartam felvenni, meg majd lesz egy nagy penészgomba is. Az fekete, egyszerűen a természetnek ilyen csodáit is lehet látni, ilyen középkori pincékbe, egerbe. Tehát ez az egyik gomba, illetve hát, ugye hozzá tartozik a denevér, szegény alszik, nem megyek közelebb, nem keltem föl, nem bántom, nem zavarom meg álmában, de egyértelműen látszik, hogy mozog, ugye most ő alszik. Ez egy aljárat, nem mondom meg, melyik területen vagyunk. Itt egyébként egy kőzetleválás, kőzetgyengülés látható. Ezek a tufából készült pincék így adják meg maguknak, hogy a nedvességnek, a eróziónak a fal így szakad, így reperezik le, és végső soron néhány száz év múlva ugye ez a pince is be fog majd omlani. Itt egy tároló, és akkor most ugye bemegyünk itt a nagyobb részbe. Mondom, körülbelül 4 évvel ezelőtt voltam már itt a egyik kutatótársammal, most is ketten vagyunk. Majd, és akkor emiatt már mondom, nem akarom elhinni, ez is olyan gyönyörűen van, és ilyet se láttam, legyezőszerűen, tűszerűen van, majd aki biztos, hogy valamilyen gomba szerűség, de vagy penész, majd írjátok már oda kommentbe, mert egyszerűen nem tudtam kihagyni, azt a falnál lévő gombát is fel akartam venni, olyat se láttam még kijönni a falból, meg még ilyet se. Vagy penész, vagy gomba. Nem tudom, hogy egyszerűen gyönyörű, ahogy legyezőszerűen nem érek hozzá, nem tudom, hogy pontosan milyen gomba, egyszerűen gyönyörű, de hihetetlen. Ez valamilyen. És akkor itt láthatjátok ezt a hatalmas nagy termes pincét. Ez biztos, hogy középkori vagy több száz éves funkciója és kérdéses, ugye nem klasszikus pince jellegű, nem folyósó ágak vannak benne. Ez el volt egyébként itt ezen a részen el volt falazva, de itt valakik kibontották, itt jöttünk be, és tárolórekeszek, tehát egyszerűen ugye a funkciója, több tárolórekesz van benne. Még egyszer így bevilágítok. Körülbelül 3-4 méter belmagasságú. Tehát döbbenetes. Mondom, a funkció is kérdéses. De mindenképpen meg akartam még örökíteni nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!